Az első meccsen Nyíregyházán a vendégek, a másodikon Török Bálinton a Kékcápák nyertek, így a harmadik találkozó döntött a továbbjutásról. A hazaiak nélkülözték amerikai légiósukat, Emani Gentet, aki hétfőn hazautazott, de a vendégeknek is volt hiányzó kulcsjátékosuk Horváth Kristóf személyében. Az első negyedben a házigazda akarata érvényesült, 9 pontos előnyt szereztek a Cápák, amelyhez még egyet tettek hozzá a nagy szünetig. Fordulás után picit zárkóztak a vendégek, de a nyíregyháziak visszaverték a támadást, és végül 16 pontos győzelmet aratva zártal a párharcot Csiska János együttese. Kemény mérkőzés volt, de a fiúk szerencsére betartották a statikát, amit megbeszéltünk. Ugye kértem a fiúktól, hogy az Emanit próbáljuk helyettesíteni, védekezésben és támadásban is, és úgy gondolom, hogy sikerült, ezért nyertünk. A vendégek edzője szerint a három mérkőzés alapján megérdemelten jutott tovább a nyíregyházi együttes. Én azt gondolom, hogy az első mérkőzés óta eltelt több mint egy hónapból mi jöttünk ki rosszabbul. Egy nagyon fontos kulcsjátékosan megsérült az U20-as országos döntőn Horváth Kristóf személyében, aki azért egy eléggé meghatározó alakja az NB1-B-nek. Ugyanakkor a nyíregyházi csapat egy U18-as országos bajnoki címmel gyarapodott ez idő alatt, ami természetesen egy egész atmoszférát meg tud változtatni, hogy egy ember, hogy egy klubon belül sikerek érkeznek, vagy pedig sérülés miatt esnek ki játékosok. Nyilván nem panaszként mondom, de ezek tények, ezzel számolni kell. Én azt gondolom, hogy a hazai csapat, hazai mérkőzésünkön buktuk el a párharcot, ahol nagyon-nagyon puhán védekeztünk az első félidőben, és még akkor ott volt az amerikai légiós a Nyíregyházának Gent, aki dominált a palánk alatt mind támadásban, mind védekezésben, ami még motiváltabbá tette a nyíregyházi csapatot, és azt kell, hogy mondjam, teljesen megérdemelten nyerte meg a harmadik mérkőzést. A nyíregyháziak irányítója Bús Iván elmondta, hogy igyekeztek a lehető legjobban felkészülni a török bálintiak játékából. Tudtak már újat mutatni, igazából már az első meccs után, ahol tényleg nagyon rosszul játszottunk, második meccsre is készültünk zóna elleni védekezés ellen új dolgokkal támadásban, illetve néhány figurájuk, ami ellen nem ment annyira jól a védekezés, arra még jobban felkészültünk edzésre. Most, ami a második meccsen pár hibánk volt, azt próbáltuk még gyakorolni a tegnap esti edzésen, és úgy érzem, sikerült is. Jól játszottunk, nagyon örülök, hogy Varga Marci jól tudta pótolni Emani Gentet, és hogy a fiatalok is párra tudtak lépni a végén, és azt, hogy ki tudtuk javítani az első meccs utáni kisiklást. Az 5.-6. helyét a Győr csapatával játszik a Nyíregyháza Blue Sharks. A párharc ezúttal kuparendszerű lesz, azaz két meccsen döntik el a helyezések sorsát a csapatok.